Lakossági fórumot tartott a Mohácsi 4-es számú választókerület fideszes jelöltje szerda délután. Dr. Csizmadia Csaba beszélt politikai ellenfelükről is, akikkel az időközi választáson megküzdenek a szavazók voksaiért. Ezt az egyletet 2016-ban Szekszárdon alapították, és ott van bejegyezve. Ez a Vanos Társaság 2020. júliusában vásárolta meg, pénzért megvette ezt az egyletet, és előadja, mint saját találmányt, helyi alapító tagokkal. Számtalanszor hirdetik, hogy függetlenek. Vajon mitől? Csorbai úram ma reggelig az utolsó értesülésem alapján sem lépett ki az MSZP-ből. A Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület támogatja a jelenlegi polgármester Csorbai Ferenc újraválasztását, illetve áll a baloldali jelöltek mögött. Csizmadia Csaba szerint azonban saját érdekeik vezérlik őket, nem a mohácsi választópolgároké. A képviselőjelölt beszélt arról is, hogy körzetében javítani szeretné az itt élők életkörülményeit, ha megválasztják. A közbiztonság növelését, illetve egy olyan sétáló park jellegű utat, amely összeköti a különböző városrészeket a kerület peremén. Itt pedig mindenképpen, ami égető, elsősorban a forgalom átszervezése, a lakossági vélemények alapján egyirányúsítás, újabb parkolóhelyeket kell előtte alakítsunk, hiszen valahova az autókat el kell tenni, a közbiztonságot szeretném növeltetni, a rágcsálóirtás, a fakarbantartás, permetezés, visszavágás, lombelhordás. A kertes házas és a lakótelepi résznek is külön-külön problémái vannak, amiket meg kell oldani, mondja a Fidesz jelöltje. A fórumon részt vett a párt mohácsi polgármester jelöltje is. Pávkovics Gábor azt mondta, szeretné visszaállítani azt a kisvárosi politikai hangulatot, ami korábban jellemezte Mohácsot. Jelenleg a csarkodás folyik, amit az ellenfelei gerjesztenek. Ez egy kisebbségnek, egy nagyon pici szűk magnak az acsarkodása, és egy olyan lelki hangulat keletkezett meg a városban emiatt, amit nem érdemel meg ez a város, ezt a hangulatot szeretném egyszer visszaállítani. Másrészt meg továbbiakban is azt szeretném képviselni, azt a szakmaiságot, amit 22 éves közös munkánk alatt a Szekú József mellett megtanultam. Ezt a szakmaiságot, ezt a kompetenciát szeretném továbbvinni, hogy a város továbbiakban is ezen a fejlődő pályán maradjon. Mint ismert, szeptember 27-én tartanak időközi önkormányzati választást Mohácson. Erre azért van szükség, mert a városi közgyűlés feloszlatta magát. Így a testület tagjait, valamint a polgármestert újra kell választani.